A szennyes ruhát mossa az a gép, ami a Tolna megyei Balassa János kórház mosodájában található. Ez a részleg csupán egy helyszíne annak, ahol a kórház üzemeltetési osztályának munkatársai hibákat hárítanak el. Az üzemeltetés fő feladata a kórházban folyó orvosi ellátás folyamatos működésének a biztosítása. Ehhez rendelkezésre áll 49 fő. Ezek szakma szerint eléggé összetett. Van villanyszerelőnk, festőnk, lakatosunk, asztalosunk, melegburkolónk és köművesünk. Valamint vannak műszerészeink, ők vannak talán a legtöbben, elektroműszerészek, illetve mechanikai műszerészek. Jelenleg a mosoda területén vagyunk, ahol hát szeretném megmutatni, hogy itt mi a feladata az üzemeltetésnek. Itt a háttérben látszik egy szárítógép, ami a kimosott ruhákat, illetve különböző textíliákat szárítja. Nyilván ugye két az udvaron nem teregethetünk. A mosoda többi része higiénikus elrendezésű, tehát gyakorlatilag az azt jelenti, hogy a szennyezett textília a tiszta textíliával térben, időben nem találkozhat. Tehát gyakorlatilag egyik oldalon bepakoljuk a szennyezett ruhát, és a másik oldalon egy fallal elválasztott térben vesszük ki. Itt történik annak a szárítása, és a csomagolása és az osztályokra való visszaszállítása innen indul. A kórházi üzemeltetés két részből áll. Az első a gyógyító tevékenység, vagyis az orvos és a beteg kapcsolata, ami természetesen nem lehet üzlet. A másik terület az ellátást biztosító kórházi üzem. Gyakorlatilag a folyamatos üzem biztosítása az elsődleges feladat. Ehhez ugye arra is szükség van, hogy műszaki ügyeletes kollégáinkkal teljesítsünk szolgálatot, és hogyha éjszaka, tehát a nap bármelyik órájában probléma merül fel, akkor telefonon az ügyeleteseket elérik, és az ügyeletes ugye el tudja dönteni, hogy azonnali beavatkozásra van szükség, vagy ráér mondjuk holnap, vagy másnap reggelig ez a beavatkozás, illetve hát megteszi a szükséges intézkedéseket, ha mondjuk olyan a gép, akkor kikapcsolja, tehát ez ugye minden helyzet más. Mindez számos feladatot ró a munkatársakra, mint például az ingatlanok karbantartása, felújítása és üzemeltetése, fűtése és hűtése, vagy például a szakanyagok és kellékek, illetve a bonyolult és drága technikák, műszerek beszerzése és üzemeltetése. Vagy éppen a mosás, takarítás és egyéb a működés szempontjából elengedhetetlen kiegészítő feladatok. Jelenleg a mosodának a szennyes oldali részén tartózkodunk. Ide érkezik be ugye a szennyezett textília, itt válogatják szét, illetve készítik elő a mosógépekre behelyezésre. Itt a szennyezettségtől függően az előre szétválasztott és csoportosított anyagok különböző gépekbe és mosási programban tisztulnak meg. Naponta közel 100 kg a kórház alapvető működéséhez szükséges ruhaneműt mosnak át itt. Ezért egy gép meghibásodása is jelentős kiesést jelent. Ez ugyanaz, mint egy háztartási mosógép, attól eltekintve, hogy a méretük sokkal nagyobb, illetve a program variálhatóságuk sokkal jobban elvégezhető. Ugye a mosti kívánt ruha szennyezettségéhez mértem. Ugye azért vannak kisebb-nagyobb mosógépek, mert mondjuk például, hogy függönyt akarunk mosni, azt nem moshatjuk össze a lepedővel. Tehát ugye kis mennyiségű függöny a kis mosógép, nagyobb mennyiségű lepedő egy nagyobb mosógépbe kerül. És így gazdaságosabb is a tisztítás. Illetve hát vannak olyan mosógépeink, amik többrekeszes, tehát ugye az otthonitól eltérő, mert otthon ugye egy dobbal rakjuk bele a mosógépbe a ruhát, itt pedig három különböző rekesz is van a mosógépben. De nyilván a víz az ugyanaz. A kimosott tiszta ruhák, amikor kikerülnek a mosógépből, attól függően, hogy milyen jellegűek, tehát ágynemű vagy munkaruha, különböző szárító eszközökkel szárítjuk meg. Az ágyneműket azt a nagy, látott nagy géppel, a kalanderrel szárítjuk meg. Annak a végén, ugye, mire végigér ezen a soron, addigra a ruha megszárad, ott ugye összehajtogatják, és átkerül a tiszta ruharaktárban.
az egyéb más jellegű ruhanemők pedig a különböző más vasalókon, tehát a körvasalón, illetve a présvasalón kerül megszárításra is, illetve összehajtogatásra. Bekerül ugye ide a tiszta ruharaktárba, ahol szortírozzák a kolléganők, hogy az osztályokra vissza lehessen szállítani a leadott anyagot. A különböző gépeink különböző energiaellátással vannak megtáplálva. A mosógépeinket forró gőzzel látjuk el, illetve elektromos energiával, tehát a fűtést azt a gőz végzi. A vasalóknál pedig hőközlő olaja, tehát gyakorlatilag gázzal állítunk elő forró 230 fokos olajat, amit keringtetünk ezeken az eszközökön, és ugye ezek adják át a hőt a ruhának, illetve hát ezektől szárad meg. Ezen technológia jól kigondolt és régóta alkalmazott. A munkafolyamat gördülékenyen halad, amíg egy hiba miatt leáll az üzemeltetés, és vele együtt akár egy munkarész is. Amíg láttuk, hogy a mosógépből elég sok áll rendelkezésre, most már hála Istennek, ezek közül, hogyha bármelyiken műszaki hiba van, akkor gyakorlatilag tudjuk kezelni ezt a kieső problémát, de sajnos a szárítógépeinkkel, hogyha probléma van, ezekből sajnos csak egy van, akkor ugye azonnal be kell avatkozni, illetve javítást el kell végezni. Mert ha nem, ugye akkor leáll a géplánc, és akkor gyakorlatilag ugye nem tudjuk kiszállítani, visszaszállítani a kívánt ruhaneműt az osztályokra. A mosoda feletti részben kapott helyet a varroda. Itt az elszakadt orvosi ruhaneműket, ágyneműket, függönyöket varják meg. Sok esetben, ha valamiből nincs elégséges, akkor itt helyben azt is legyártják, újakat készítenek. A kórháznak az zökkenőmentes ellátásához szükséges, hogy helyben történjenek meg a varrások, így időt és pénzt spórol a kórház.